Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szombathely Televízió kedves nézőit, hétfő este a megszokott időpontban a Híradó után jelentkezik Aréna sportmagazin műsorunk. A mai este folyamán is a labdarúgás mellett különböző labdasportokat szedtünk össze, úgy mint a futszál, vagy épp a röplabda, amely az első beszélgetésünk témája lesz. Szeretettel köszöntöm az első két vendégünket, Boros Andrást a sportiskola részéről, valamint Mucsi Pétert a haladás részéről, és természetesen a női röplabda szakágról fogunk beszélgetni. Hát tekintsünk vissza az elmúlt időszakra, mondjuk először a haladást poncolgassuk kicsit, hiszen utánpótlás és felnőtt szinten is érintettek voltatok az elmúlt hónapokban, a bajnokságban, illetve az utánpótlás bajnokságokban. Igen, az EB2-ben és az U19-es bajnokságban versenyeztettünk mi sportolókat. Mondhatjuk, hogy jól sikerült, bár ez annyira nem igaz, ez sajnos a Covid az belejátszott ebbe a bajnokságba, úgyhogy nagyjából teljesítettük, ami az elvárás volt ezzel a csapattal szemben. Az MB2-ben sajnos nem sikerült a felsőházba kerülnünk. Azokat a mérkőzéseket vesztettük el pont, amelyik meghatározta azt, hogy ki kerül a felsőházba. Sajnos pont betegségek tizedelték meg abban az időszakban a csapatot. Ez jelentősen befolyásolta a végeredményt, de hát megyünk tovább és tesszük a dolgunkat. Egyáltalán örülünk, hogy ezt a bajnokságot be tudtuk fejezni, és jól tudtuk befejezni tulajdonképpen. Az U19-es csapatunktól is a négy közé kerülés volt tulajdonképpen az elvárás, miután tavaly megnyerte a bajnokságot. Hát erről egy picit lemaradt, pont negyedik lett, illetve nem maradt le, de negyedik lett ebben a bajnokságban. Tőlük talán ez elvárható volt, de hát sajnos mindenkit a betegség azért érintett ebben a bajnokságban. Ilyenkor adódik a kérdés, hogy a félig telt pohárt, hogy nézzük, hogy félig üres vagy félig tele, mert akkor így mondhatjuk, hogy kis hiányérzet azért van, a szavaiból ezt veszem ki legalábbis. Annak tudatában, hogy mi zajlott ebben a bajnokságban, nem lehet hiányérzetem, tehát hogy szerintem a külső körülmények, amit befolyásoltak, azt nagyjából azáltal megtettük, amit lehetett. Ez ennyire volt elég, tehát hogy ez mondhatjuk így is, hogy kevesebb volt, mint amit elvártunk, de én nem tartom ezt így igaznak. Sokkal inkább úgy, hogy megtettük mindent, amit lehetett, és hogy ebből ennyi volt ma, hogy az elmúlt bajnokságban ennyi sikerült. A sportiskola ezzel szemben nagyon szép sikereket aratott, volt aranyérem, volt legjobb 8 helyezés, és ugye az utánpótlásra helyeztétek leginkább a hangsúlyt. Neked milyen szájízzel tekintesz vissza, hogy így kérdezném meg az elmúlt heteket, hónapokat, hiszen nem is olyan régen volt egy szezon záró, egy tanév záró rendezvényetek, ahol ugye a röplabdás lányokat is jutalmaztátok többek között. Igen, és hát előjáróban azért annyit, hogy bár a sportiskolát én is képviselem, de azért szakosztályvezető Bezős Gergő, aki jelen pillanatban edzőként, ugye válogatott, korosztályos válogatottnál van, tehát a legprominensebb ebből személyiség ilyen formán ő, én most képviselem így a szakosztályt, és ahogy igen, mondtad, és egyrészt az utánpótlás szempontjából azt gondolom, hogy van egy folyamatos építkezés most már, ugye tavalyi országos döntőt, amit itt rendeztünk, és volt egy negyedik hely, az a korosztály feljebb lépett, ők 8 közé kerültek, tehát szépen helyt álltak, de a többi korosztályban és másod-harmadosztályokban is értünk el hát érmes helyezéseket. Ugye mi U11-től U17-ig vagyunk, 13-tól 17-ig ott vannak a B csapatok, a létszám ilyen szempontból teljes, tehát nagy az érdeklődés. Most már, ahogy említettem, eredmények is vannak, a válogatott bőkeretében is van több sportiskolás. Úgyhogy ha ezt az oldalát nézzük, amit mutatott a múlt heti évzáró, és amit két év után nem tudtunk így ilyen nagy nyilvánosság előtt megrendezni, az mutatja, hogy a szakosztály szépen szisztematikusan építkezik, és hát reméljük, hát ez tovább megy felfele, majd talán a haladásba is, ahogy együttműködési megállapodás révén ugye tovább vagyunk most már 17-19-es játékosokat is a korosztályban, úgyhogy tulajdonképpen elégedettek vagyunk, igen.
Ugye mondhatjuk azt, hogy biztosítjátok az utánpótlás korosztályból távozó játékosoknak a játék lehetőséget azáltal, hogy a haladásban tudtok nekik alternatívát nyújtani, hiszen Kovács Cecíliával beszélgettünk, ugye az ügyvezető elnökkel, hogy utánpótláskorú versenysportokra készítitek fel a gyerekeket, viszont azáltal, hogy 17-18-19 évesek lesznek, legtöbben akár mondjuk várost is válthatnak, akár egyetem felső oktatási intézetben mennek tanulni, akik viszont maradnának, nekik nagyon jó alternatívát nyújt, hogy a haladásban folytathatják a pályafutás is így, hogy nagyon jó munkakapcsolatban vagytok, így nagyon hosszú, akár 10-15 éves időszakot is le tudtok fedni a gyerekek életében. Igen, hát ez egy így egységét tekintve egy valóban egy életpályát tudunk azért adni. A köznevés típusú sportiskolán révén ugye a Zrínyi, Nagy Lajos, aztán az egyetem, akik ezt választják, U17-ig, tehát vagyunk mi utána a haladás, tehát egy komplex keret, de azért ebben mindig vannak nehézségek, ugye, hogyha tovább tanul, várost váltanak. A legjobbakra nyilván az akadémiai rendszer miatt, most más szóval, vadásznak azért a csapatok, a kiemelt csapatok, tehát nehéz megtartani. Ehhez még nagyobb összefogásra, meg hát reméljük ebből építkezően majd egy hasonló szintű csapat tud majd talán a közeljövőben összejönni, ahogy volt a haladásban, és akkor visszaállhat ez a régi rend. Ugye azt lehet mondani, hogy az U19-es tavalyi bajnoki cím, illetve most az U17-es bajnoki cím nagyon jó, úgymond apropója, illetve hírhozója lehet a gyerekeknek, hogy miért érdemes röplabdázni. Azért elég régóta pályán vagytok, azt lehet mondani. Véleményetek szerint most hol helyezkedik el a röplabda, és mennyire népszerű a lányok körében? Én nekem az a tapasztalatom, hogy egyre népszerűbb egyébként. A maga a csapatjátékok között ez az egyetlen egy olyan játék, amiben nincs testesteleni küzdelem, és a lányoknál ez szerintem alapban meghatározó a csapatjátékok vonatkozásában. Hát meg maga a labda, tehát hogy azért az mindig egy varázsa van ennek az egésznek. Én azt látom, hogy női vonalon különösen a röplabda az egyre magasabb szintre jut. Ezt látjuk, hogy az Extraligában is most már olyan kiemelkedő játékosok játszanak, akár magyar szinten, vagy akár külföldiek tekintetében, ami jelentősen növelte a bajnokság színvonalát. Most már azért Európa középmezőjének jócskán az elejéhez tartozunk. Akár a válogatott szinten, erről is beszélhetünk, bár ott most éppen fiatalítás zajlik. Ez azért hozza magával azt, hogy egyre népszerűbb, ezt a sportiskola is meg tudja erősíteni, hiszen egyre több gyermek jelentkezik a sportiskola kötelékében, akik szeretne ott sportolni. Hát nálunk ugye ez ilyen téren nem jelentkezik, hiszen az együttműködés keretében mi úgy kapjuk a játékosokat, mi kimondott utánpótlást nem képezünk a haladásba, ez tulajdonképpen a piramis tetejének kellene, hogy legyen. Hát reméljük, hogy eljutunk egyszer arra a szintre, hogy extraliga valószínűleg nem lesz, ebből a lehetőségek nincsenek, ennek nem adottak. Ellenben akár egy NB1-es csapatot szeretnénk a közeljövőben létrehozni, vagy akár ennek a feltételeit megteremteni, hogy végül is legyen valóban egy olyan életpálya, ami magasabb szintre viheti a gyerekeket. De népszerű a röplabda, nézők körében is egyre népszerű, úgyhogy megyünk tovább és próbáljuk ezt közösen is népszerűsíteni. Mennyire nehéz ilyenkor, most akár sportágot is válthatunk, de maradhatunk a röplabdánál is, megtartani azokat a fiatal tehetségeket, akikre hát az ország különböző pontjain felfigyelnek, rá is akarnak csapni mondjuk, sőt akár el is viszik, hiszen több olyan, most akkor maradjunk a röplabdán belül, mondjuk a Takács Doroti vagy a Bodovics Hanna esetét is lehetne mondani, ugye válogatott szintű játékosokról beszélünk, akik az alapokat Szombathelyen sajátították el, mégis a klasszikus értelemben a nagyon-nagyon nagy áttörést más-más csapatok városaiban töltötték. Hát ez egy jó erős sportszakma. Most nem, tehát abból indulok, hogy mi utánpótlás, de nyilván hát innen mennek el ezek a játékosok, vagy ahogy volt rá példa is, és hát van is. Ez egy ilyen kicsit egyik szemünk sír, másik nevet. A nevet az, hogy a röplabda sportágnak kitermel, itt marad Magyarországon, reméljük, talán egyszer segítséget nyújt, akár edzőként, játékosként, tehát azért profitál belőle mindenképpen, tehát egy olyan hírnév, egy olyan pozitív visszacsatolás, hogy jó munkát végez az Egyesület az utánpótlás. Hát
Nyilván, ami miatt ugye sírunk, hogy nem itt, nem tud ide beintegrálódni, ez most nem csak a minőségről, meg minden, hanem a környezetről esetleg egy nagyobb vagy magasabb nézőpontot tekintve, hogy nem tudnak itt megragadni, vagy nem tud úgy ezt az életpályát itt folytatni, ahogy jó lenne, ahogy ez így fel van építve. De hát azon dolgozunk, és akkor inkább visszatérve az előző témára, hogy az igen, van egy 140-160 fő, azért négy alaplabdajáték női vonal a Szombathelyen megvan, ebből kettő van, ugye lánykosár és a röplabda a sportiskolában, de azt látni, hogy erős, egyre népszerűbb, az egyik objektív ok ez is, hogy egyetlen olyan testest elleni párharcot úgymond nélkülöző sportág, nagyon szép, látványos és egyre népszerűbb és eredményesebb a nyilván a válogatott szinten. Valamint azért ott van a nyári oldala is, hogy azért a strandröplabda is, tehát egy komplex a sportágat tekintve egy folyamatosságot tud biztosítani. Mi ezt lépésről lépésre próbáljuk felépíteni ezeket a vonalakat, és hát reméljük sikeres lesz itt is, és igaz, hogy bánkódunk az elmentek miatt, és jó lenne megtartani, de alapvetően azért örülni kell annak is, hogy egy olyan szinten tudnak játszani, ami az ő fejlődésüket és a sportág fejlődését segítheti. Egy nagyon-nagyon csípős kérdést kapsz, és azért elnézést kérek tőled, Péter. Mi szükségeltetik véleményed szerint ahhoz, hogy mondjuk egy igazán nagy ütőképes bázis települjön úgy Szombathelyre, hogy a kisgyermekkortól, mondjuk 4-5-6 éves kortól egészen a igazán professzionális, azt mondod, hogy extraligás nem is, de mondjuk egy nagyon-nagyon erős NB1-es keretet összetudjatok úgy rakni, hogy hosszú-hosszú évekre meg lehessen alapozni mondjuk Vas megyének a röplabda sportját. Az alapok, én azt látom, hogy ezek rendben vannak. Tehát, hogy az utánpótlás képzés az jó kezekben van a sportiskolában, ott szépen felépített rendszert a Gergőék, ezt Andrásék, ezt jól megcsinálták, és ez jól működik. A teteje az, ami sokkal jobban pénzigényesebb a TAO keretek elmaradása miatt, tehát hogy ott már nem tudunk TAO-ból feltétlen gazdálkodni és innentől fogva a pénzügyi lehetőségek azok, amik szűkek ahhoz, hogy akár extra ligába felvigyük a csapatot. Az NB1 az egy picivel több financiális kérdést vet fel, mint a mostani NB2, de hát valóban, tehát az, hogy válogatott gyerekek vannak most már az utánpótlásban több korosztályban is, azért hozza magával azt, hogy őket azért jó lenne, hogyha egy modell tudnánk eléjük tenni, egy olyat, amiben magasabb szinten is tudnának itthon röplabdázni. Ez egyébként nem volt máskor régebben sem, most, hogy az akadémia rendszerek kialakulnak a röplabdában, ez feltehetőleg felgyorsítja az elvándorlásnak az útját. Régen is így volt, tehát régen is a röplabdában sajnos vagy hál' Isten a továbbtanulások miatt nem nagyon maradtak Szombathelyen a sportolóink, és hogy itt a váltás akkor 19 éves korában volt, ez az akadémia rendszer ez előbbre hozza azt, hogy itt már korábban fognak váltani azok, akik magasabb szintre is lehetőséget kaphatnak. Ez hozza magával azt, hogy a teteje egyébként az gyengülni fog, tehát pont ezáltal, de ezzel nem tudunk mit csinálni. Azt tudjuk tenni, hogy megpróbáljuk úgy felépíteni ezt az egész rendszert, hogy legyen benne pénz, legyen benne lehetőség, és hát így megpróbáljuk ezáltal megtartani a gyerekeinket. Nem tudom, a továbbtanulás az egy fontos szempont lenne. Örülnénk, hogyha az itteni egyetemen tanulnának tovább a gyerekek. Azért azt nem mindenki választja éppen ezt a vonalat, ami itt megtalálható, és hogy hát ez sajnos hozza magával azt, hogy nem tudunk a saját nevelésből úgy építkezni, hogy ott megfelelő legyen a teteje, pontosan az elvándorlások miatt. A megtartáshoz pedig szükséges pénz, hogy itt vagy tanulmányokat folytasson itt, vagy pedig kénytelenek vagyunk olyan lehetőséget teremteni, ami már profi, nevezzük profinak, vagy nem profi, de hogy ez igen, ehhez már pénz kell.
Az elmúlt hetekben befejeződtek a pontvadászatok, a bajnokságok, mondom, most már akkor a levezetés része tart. Mi várható a röplabdások életében, a haladás színén belül röplabdázó lányoknak az elkövetkezendő hetekben? Mikor kezditek esetlegesen a felkészülést a következő szezonra, illetve a nyári program hogy fog kinézni? Igen, hát ugye azt a András említette, az együttműködés keretében kerülnek át a haladásban játékosok. Ez most is megtörtént. Egy 13-14 fős játékos keret került át a haladásba a legteteje tulajdonképpen a 18 évesek, 17-18 évesek a sportiskolából. Ez egy jó alap, ezt próbáljuk most egybe gyúrni, és hogy ebben őket elindítani két korosztályban is. Változások lesznek a röplabda bajnokságban. Egyrészt az MB2-ből kikerülnek az U21-es csapatok, az extraligások. Ezt a korosztályt meg is szünteti a röplabda, és megszűnik az U19-es korosztály is. Helyette egy U20-as a 20 éveseknek hoznak létre egy külön bajnokságot. Ez hoz változást az MB2-ben is, hiszen csak az MB2-ben szereplő csapatok fognak egymással mérkőzni. Várhatóan ez három csoportra kerül besorolásra, itt a Nyugat-Kelet és Közép, és hát azoknak az elsői fognak játszani a feljutásokért. Míg a másik vonal az, hogy ahogy nálunk levő korosztályban szinte mindenkit tudunk versenyeztetni az U20-as bajnokságban is. Az egy érdekes bajnokság lesz, én szerintem jóval erősebb lesz, mint az idei 21, tehát hogy ez az kimagasló lesz ebben a szinten. Ez a két korosztály jelenleg, akik nálunk vannak, és hát ezt próbáljuk tovább vinni. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, elnézést, hogy az utolsó gondolatot egy belevágtam. Sajnos mennünk kell tovább a műsorfolyamba. Boros Andrásnak és Mucsi Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó munkát kívánok akkor a nyáron is. Mi pedig folytatjuk jótékonysági labdarúgással, hiszen a Troll Foci látogatott ki felső csatára. Erről tekinthetnek meg most egy összeállítást. Töretlen népszerűségnek örvend és folyamatosan fejlődő oldalként a megújulást is keresi a Troll Foci, amely hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb tematikus a labdarúgás népszerűsítő portálok egyike. A 2012-ben startoló barátok szórakoztatását megcélzó kezdeményezés gyorsan beszivárgott a köztudatba, és már a saját weboldal és közösségi szájtja mellett amatőr futballcsapattal rendelkezik, valamint sportrendezvények lebonyolításában is részt vesznek. A Vas megyei labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában felső csatára látogatott a szerkesztőség, Tóth Edő humoristával kiegészülve. Gőci Dominik és Farkas Lackó két Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedő szombathelyi fiatal számára gyűjtöttek fel ajánlásokat a csapatok és a Troll Foci képviselői. De először is köszönjük szépen a felső csatáriaknak a meghívást, nagyon nagy vendégszeretettel vártak minket, és hát nézzétek, reggel már kaptunk egy ilyen kitűnő mezt is a hátán a nevünkkel, és hát a kezdeményezésre rátérve, mi általában, hogyha valamilyen focival vagy hasonlóval kapcsolatos jótékonyságról van szó, akkor igyekszünk eleget tenni annak legalább, hogy megosszuk az oldalainkon, és hogy próbáljuk, ha lehet ilyen csúnya szóval élni, promotálni a dolgot. Ugye azt lehet tudni, hogy egy baráti közösségből nőttétek ki magatokat a foci népszerűsítésével, akár az amatőr, akár a válogatott szintű. Gondoltad volna azt mondjuk 6-8-10 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen kezdeményezés nem csak úgy országosan, hanem az országhatárokon túl nyúló magyarságot összerántó kezdeményezésé fog válni? Hát én 6-8 éve még nem voltam a csapat tagja, de az alapító atyánk egyike, Levente szerintem nem gondolta volna, hogy a Troll Foci egy ekkora közösségé növi ki magát. Hát most a számokkal nem is szeretnék dobálozni, mindenki tudja, hogy a social médiában, vagy bárhol hány követőnk van, hányan kedvelnek minket, amit egyébként ezúton is köszönünk mindenkinek. Úgyhogy tök jó, de mi még azért szeretnénk fejlődni nagyon sok téren, főleg a YouTube csatornánk tekintetében. Ha úgy nézzük, hogy az elmúlt időszakban töretlen volt a fejlődésetek, szerinted mi a sikere? Titka, illetve milyen célokat tűztök ki annak érdekében, hogy ténylegesen töretlen legyen ez a fejlődés? Hát, hogy mi a siker titka, azt nem tudjuk. Talán az, hogy a profi amatőrizmus, vagy az amatőr profizmus, ebben mi nagyon jók vagyunk szerintem, meg az, hogy ember közeliek vagyunk talán, és mindig megtaláljuk a hangot az adott helyen, ahol hívnak minket, és nagyon gyorsan el tudunk vegyülni, illetve be tudunk illeszkedni. És az, hogy milyen céljaink vannak, hát... Most nem tudnám számszerűsíteni, de amiben szeretnénk fejlődni, hát meg szeretnénk tanulni TikTokozni például, mert mi már az a generáció vagyunk, aki értetlenül áll azelőtt, hogy miért néznek 3 másodperces videót a fiatalok, de hát ezt is meg kell tanuljuk. A másik meg a YouTube csatornánk, ott még szeretnénk bőven-bőven nőni.
szerkesztőként, alapító tagok mellett nyilván ugye dolgoztok. Véleményed szerint miért lehet az, hogy ez az ország a 10 milliók szövetségi kapitányok országának nevezik? Hát egy olyan országnál vagy nemzetnél, ami ilyen komoly futballmúlttal rendelkezik, azért két világbajnoki ezüstérem, mindig úgy gondoljuk, meg amúgy is mi szeretünk mindent megszakértani. A magyar az mindig mindent jobban tud, és ez nem csak a futballra igaz. Anglia, Németország, Olaszország. Ha ezt a hármast így felsorolom, mi az első gondolatod? Nyilván az elmúlt napok hatásai alatt vagytok azért is. Igen, a Levente pont azt mondta, hogy egyetlen gólt szeretne ebben a Nemzetek Ligája csoportban. Hát ez, ha jól számolom, 1-2-3 gól. Ha az öngólt leszámítjuk, akkor is 2, úgyhogy eddig nagyon jól állunk. 4-3 mérkőzés után, hát a világ konkrétan legerősebb válogatottjai azok, ugye? Hát jó, talán az olaszok nem, mert ők most nem jutottak ki a világbajnokságra, de azért szerintem a top 10-be, top 15-be belefér ez a három válogatott. Ezek ellen helytállni, vagy akár pontot szerezni, az minden esetben bravúr, úgyhogy nagyon elégedettek, hogy második helyen állunk a csoportban, reméljük, ez a végén is így lesz. Bár a pályán nagy csata dúlt minden labdáért, a lelátom baráti hangulatban teltek a percek. A Troll foci szerkesztősége pedig által sarat, hogy közös fotózások mellett autogramokkal lássák el a relikviákat. Ígéretük szerint hamarosan visszatérnek Vas megyébe, feltéve, ha meghívást kapnak a következő szezon során is. Már is megyünk tovább a műsor folyamba, nevezetesen futszállal és két prominens szemét köszönhetek itt a stúdiónkban, Pálmai Tamás szakágvezető urat és Gyimesi Máté kapust. Bajnok és kupagyőztes, hát mondhatjuk így, hogy sikerült tarolnotok az idei szezonban, de kicsit nézzünk akkor visszafele is, mondjuk a szezon elejére, amikor összeraktátok a keretet, gondolom a szakágvezetőként azért sokat nem pihenhetetek már tavaly nyáron sem. Nyilván biztos vagyok benne, hogy már most is dolgoztok gőzerővel a következő szezon előkészítésén. Hogy futottatok neki a tavalyi szezonnak, milyen célkitűzéseket szeretetek volna megvalósítani? Üdvözöljük a kedves nézőket és köszönjük a meghívást. Igen, tavaly nyáron azzal a tervel, azzal a céllal vágtunk neki az idei évnek, hogy, illetve úgy próbáltuk összerakni erre az évre a keretet, hogy lehetőség szerint a BL-ben a legtovább jussunk, illetve a magyar bajnokságba, illetve a kupába egyértelműen az első helyre helyet lőttük be célnak. Hála Istennek, hogy jól terveztünk, sikerült, nagyon hosszú, nagyon nehéz éven vagyunk túl, de rengeteg olyan élményt, olyan győzelmet, olyan kapcsolatokat szereztünk egész év alatt, ami meghatározhatja a következő éveinket, ami egy óriási lökést ad a folytatásra. Nemzetközi porondon hova lőttétek be a csapat erősségét, hiszen nyilván teljesen ismeretlen területre léptetek ki. Hát nyilván ugye a felkészülési időszakban már a korábbi években is volt, hogy nemzetközileg jegyzett, magasabban jegyzett, mondjuk angol, szlovák, szlovén csapatokkal összemértétek tudásotokat. Viszont itt mondhatjuk, hogy Európa elitjébe, illetve Európa krémjével kellett összemérkőznötök, és hát a legjobb 8 csapat közé jutottatok, ami fantasztikus eredmény. Így van, ez a tervek, illetve a tervek fölött sikerült ez a szereplés. Azért azt kell tudni, hogy a csapatban, illetve a stábban jó pár embernek volt nemzetközi rutinja, nem a haladás színeiben, hanem korábbi egyesületekben. Azt gondoltuk mi az első kört, ha nehezen is, de fogjuk tudni abszolválni, ez volt a cél. A következő körben már nagyon erős csapatokra számítottunk, és igazából a tervek nek megfelelően, illetve a terveket talán egy kicsit túlszárnyalva sikerült őket is felülmúlni és az elitrandba jutni, ahol aztán az extra csapatok, az extra játékosok, brazil válogatottak, portugál világbajnokok ellen mutathattuk meg a tudásunkat, és nagyon jó érzés volt azzal szembesülni, hogy ott is megálltuk a helyünket, de nyilván láttuk, hogy azért még van hova fejlődnünk. Hát főleg úgy, hogy a nemzetközi porondon egy-két mérkőzésen nem csak, hogy te védtél, Máté, hanem hogy kulcs fontosságú pillanatokban nagyon-nagyon értékes helyzeteket tudtál úgy blokkolni, vetődni, védeni, hogy ezzel a haladás sikerész hozzájárulva akár tovább jutást, illetve győzelmet tudtál menteni a csapatnak. Igen, én is köszöntöm a tévénézőket. Így van, ahogy elmondtad te is, illetve a Tomi is említette az előbb, hogy itt azért jó pár embernek oké volt már tapasztalata, de az ömében azért újoncok voltunk ezen a területen is.
és mi, mint a vezetők, mint a játékosok, mi is rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Igen, szerencsére, amit én is elterveztem magam előtt, magamban a szezon előtt, azt sikerült kivinnem a pályára, és amikor lehetőséget kaptam a mestertől, akkor éltem vele, úgy érzem. Igen, itt bennem is legjobban az elitkörös Uragan elleni mérkőzés van meg, ahol egy nagyon jó csapatot sikerült 4-0-ra megverni. Lehet, hogy a gólkülönbség egy kicsit túlzott is, hiszen nem volt azért ekkora különbség a két csapat között, de azokból a fordulópontokból ott az első fél idő végén, ott amikor sikerült két 10 méterest is hárítanom egymás után, abból úgy érzem, hogy a csapat kapott egy olyan mentális plusz löketet, amivel megnyertük a mérkőzést. Ugye a honi bajnokságot azért ismeritek, a szurkolói közösséget szintén, bejártátok keresztül kasul az országot, mégis mi mást, mi pozitívumot tapasztaltál mondjuk Portugáliába, külföldön, a nemzetközi porondon, hogy milyenek a szurkolók, milyen megtiszteltetés éri a futsal játékosokat, hiszen a honi mezőnyt nyilván ismeritek, talán kevesebb reflektorfény is jut a sportágnak jelen pillanatban itthon, ezzel szemben külföldön már nagyon komoly, kiemelt megkülönböztetést kapnak a játékosok, és nyilván a szakág is. Így van, ahogy említetted, azért itthon teljesen más léptékben zajlik a bajnokság, mint az a nemzetközi szinten van, így van, az elitkörbe éreztük már mi is azt, hogy úgymond ott már játékosnak érezhette az ember magát, mint az első edzéstől kezdve a Benfica csarnokába, ami fantasztikus élmény volt szerintem mindenkinek. Úgy a például a hazaiak elleni fogadtatás, hogy ott mindent megadtak úgy a hazai csapatnak a szurkolók, hogy ott finoman éreztették velünk, hogy nem sok esélyt akarnak nekünk adni. Ennek ellenére becsülettel helytálltunk ellenük is, de igen, szóval azért, hogy mondjam, ilyen meccsekért érdemes elkezdeni a sportágat, és ilyen meccsekért érdemes játszani egész évben. Sajnos sok pihenője nem volt a játékosoknak, és ezáltal a szakmai stábnak, háttérstábnak sem, hiszen a nemzetközi porond mellett rendszeresen játszottátok a bajnokságot, ráadásul ugye ott is volt felsőház, alsóház, tehát keresztbejátszások is voltak, utána jött a helyosztó, és emellé még a Magyar Kupa küzdelmeket is bele kellett úgy tennetek, hogy a játékosok megfelelően regenerálódhassanak, illetőleg ne égjenek ki. Ugye a ti feladatotok volt a háttérben biztosítani mindent, ami az ő fejlődésükhöz, frissítésükhöz szükségeltetik. Ti hogyan tudtatok segíteni a játékosoknak, hogy mindent tudjatok előteremteni, amire szükségük lehet? Hát, ahogy mondod, nagyon nehéz év volt. Rengeteg mérkőzéssel, egy Covid-dal, januárban elérte sajnos a csapatot a Covid, és ott a válogatott játékosok zöme kiesett, és akkor az MB2-ből kaptunk segítséget a fiatalok által. Egy nagyon komoly stáb dolgozik, azért most már jutottunk oda a csapat mögött, mentál tréner, rehabilitációs edző, segédedző, pályaedző, a vezetőedző, a masszőr, orvos, tehát minden igényt próbáltunk feltérképezni és megadni mindent a játékosoknak, a pihenés terhelés arányát úgy belőni, hogy év végére, amikor gyakorlatilag eldől az, hogy egész évben jól dolgoztunk-e, akkor legyenek olyan formában, hogy tudják hozni az eredményt. Az idei szezonban melyik volt a legkellemesebb emléket, hiszen akad belőle bőséggel, akár a nemzetközi porondot veszük, vagy éppen a Magyar Kupa győzelmet, vagy éppenséggel a bajnoki címvédést? Így van, hál' Istennek ez a szezon tényleg úgy alakult, hogy bőven akadt pozitív élmény a szezonból. Nem is tudnék talán egyet kiemelni, hiszen annyi volt, kezdve, ahogy mondtad, az egész BL szereplés az első körtől kezdve az egészen az elit körig, valamint a Magyar Kupa döntő, amit sikerült megnyerni, illetve a bajnoki cím, amit sikerült újra bezsebelnünk. Per pillanat nem is tudnék úgy összefoglalni egyet, hiszen mondom, felejthetetlen év volt, és amivel nekivágtunk a szezonnak, hogy történelmi évet akarunk írni, az úgy érzem, hogy sikerült a duplázással, illetve a BL szerepléssel, ami úgy érzem, hogy extrán sikerült ebbe a szezonba. Melyik volt nehezebb, megnyerni a bajnoki címet, vagy éppen a kupa győzelmet, vagy éppen megvédeni azt? Hiszen azt szokták ugye mondani, amikor győztél, akkor mindenki téged akar megverni. Igen, ezt éreztük ebbe a szezonban mi is, mondhatom a csapattársaim nevében, hogy teljesen másképp kellett már nekünk is hozzáállni az évhez, mint az előző évben, hiszen már mindenki minket akart megverni, bármelyik frontról beszélek.
leszámítva nyilván a BL-t, hiszen ott újoncok voltunk, de a kupában és a bajnokságban mindig azt éreztük, hogy ellenünk még a legutolsó csapat is kettőzött erővel készül és küzd, ami egyrészt megtiszteltetés volt, hiszen az embernek jól esik, hogyha elismerik a munkáját, másrészt viszont nagyon kemény küzdelemre sarkalt minket, és tényleg a keret összes tagjának kellett a teljesítménye, rutinosabb játékostól a fiatalokig, akik beletették a pluszt, hiszen ahogyan Tomi is elmondta, voltak egy elég nagy Covid hullám, ami elérte a csapatot, voltak betegek, voltak sérültek, és mindig valaki elő tudott lépni, és úgy érzem, hogy maximálisan helyet állt. Visszatérve a kérdésedre, ugye a Magyar Kupa döntőben, ugye a bajnoki döntőben is voltak nehéz pillanatok, de a csapat volt olyan erős, és van annyi jó karakter a csapatban, hogy ezeket át tudtuk vészelni, ezeket az időszakokat, és a legfontosabb, hogy a végén mi emeltük magasba mind a két kupát, és a csapat nevében itt köszönnénk meg, mint elnök úrnak, Homok Zsoltnak, és akár a stábnak, vezetőségnek, hogy olyan lehetőségeket kaptunk, és feltételeket egész évben, ami úgy gondolom, hogy páratlan az országban, és nemzetközi szinten is elismerés reméltó volt, hogy igenis milyen stábban rendelkezünk, és tényleg nekünk csak a játékra kellett figyelnünk egész évben. Tamás, te már az első pillanatban ott voltál ennél a szakosztálynál, illetve meg alakulásánál, bő egy évtizeddel ezelőtt, amikor úgy elkezdtétek lerakni az alapokat, gondoltad volna, hogy 10-11 év alatt többszörös magyar bajnok, többszörös kupagyőztes, és hát nemzetközi szinten 8 legjobb csapat közé jut majd a haladás? Hát mondhatnám, hogy igen, de nem lenne igaz. 10-ben, amikor megalakult a futsal csapat, akkor természetesen, hogy ezek a célok nem voltak így egyből meg, de évről évre, ahogy lépegettünk előre, ahogy haladtunk és fejlődtünk, úgy folyamatosan első éve sikerült megnyerni a másosztálybajnokságot, egyből az NB1-be találtuk magunkat egy év elteltével, ott hamar stabilizáltuk magunkat, megérkezett az első külföldi edző, megérkeztek az első válogatott játékosok, az első külföldiek, és hogy évről évre lépkedtünk előre, egyre inkább megnőtt az étvágy, elkezdtük, illetve egyre reálisabb cél lett a bajnoki címnek az elérése, ami aztán ugye tavaly évben sikerült is, és igen, ahogy a Máté mondta, teljesen más volt az idei év, teljesen más lélektanilag megnyerni először valamit, majd utána esélyesként megvédeni a címet. Na hát ez még nehezebb lesz jövőre, már 2 győzelem után a harmadik, pedig hát a célunk nyilván az, semmi se fog változni, tehát a keret összetétele, sőt még próbáljuk még jobban megerősíteni a csapatot, és újra ugyanazon célokkal nekifutnia. És talán meg tudjuk ismételni azt, amit tavaly elértünk. A Zuhany híradóban azért lehet hallani neveket bedobva, hogy kik távoznak, kik távoztak, kik érkezhetnek. Most akkor a legprominensebb szemét fogom erről megkérdezni. Hogyan alakul esetlegesen a keret kialakítás az elkövetkezendő időszakban, illetve milyen célokat tűztök ki, és a nyári időszakra nyilván gondolom már a felkészülés ritmusa, edzésterv is már azért nagyjából készen lehet. Igen, folyamatosan egyeztetek a Huával, aki ugye hazament Spanyolországba és várja a kisbabának a születését. Hogy hogyan alakuljon a program. Július 18-án kezdjük a felkészülést. Lengyel csapat fog hozzánk érkezni, akivel a BL-ben játszottunk egy páros mérkőzésre, a Kecskeméttel fogunk játszani. Ez még nem 100%-osan állt össze, de a tervek ezek. A játékos fronton 3 fiatal játékos távozni fog az első osztályú keretből. Nekik azt gondoljuk, hogy az ő fejlődésük érdekében csapatot kell váltaniuk, ahol több lehetőségük lesz megmutatni magukat, fejlődni, és talán egyszer visszajönni Szombathelyre. Illetve 4 új játékos fog érkezni. Rutai Balázs Veszprémből, ő válogatott játékos, egyből bevethetőről azt gondoljuk, hogy egyből nagy erőssége lesz a csapatnak. Az NB2-es keretből hozunk föl 2 játékost, Knizs Olivért és Fehér Dánielt, valamint a sajnos egy éve sérült Milos Simics helyére egy másik külföldi játékos fog érkezni, az ő személy egyelőre még nem biztos, keressük a megfelelő pótlást.
Mennyire támaszkodtok ilyenkor a saját nevelésre, hiszen pont a Máté esete is nagyon jól apostrofálja, hogy saját nevelésű játékosokra bőszen építhettek, sőt, hát az elmúlt esztendőkben ugyanúgy folyamatosan bizonyítanak azok a fiatalok, akik lehetőséget kapnak nálatok. Hát a klub filozófiája az, hogy a saját nevelésű játékosokat előtérbe helyezzük, jelen pillanatban is a keretnek a fele. Pontosan saját nevelésű játékos van, köztük egészen fiatal, van stabil játékos, illetve van válogatott játékos is. Mi folyamatosan ezt az egyensúlyt szeretnénk fenntartani, tehát olyan játékosokat akarunk csak és kizárólag igazolni ide, akik a top szintet képviselik, legyen ez külföldi, legyen ez magyar, akik jobbak, sokkal jobbak, mint a mi helyi játékosaink, és a kettő, illetve három egyvelegéből tudunk egy olyan ütőképes csapatot kialakítani a tervek szerint, aki képes lehet megnyerni újra a bajnoki címet. Mi pedig ehhez kívánunk sok szerencsét, és gratulálunk az elmúlt esztendőhöz. Sose érjétek be kevesebben. Köszönjük szépen. Pálmai Tamásnak és Gyimesi Máténak pedig köszönöm még egyszer a beszélgetést. A kedves nézőknek pedig a figyelmet, találkozzunk két hét múlva, további szép estét, maradjanak a Szombathelyi Televízió műsoraival, munkatársai nevében megköszönöm kitüntető figyelmüket, a viszontlátásra.